Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy teli hold jóslás augusztus 22-én. Igen, ezen a napon teli hold van. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll. A hold megkapja a nap fényét, és a nap megvilágítja a holdat, így látható számunkra. Ezen a napon az indiai asztrológusok nem ajánlják azt, hogy valami újat kezdjünk, mert ez az időpont alkalmatlan rá. Hiszen ezen a telihold napon az energia változik. Megvan ez a, mondhatnám úgy, transformáción. És ha ez elmúlt, akkor alkalmas arra, hogy indítsunk valami újat. És mivel a hold fogyatkozni fog, olyan dolgokat indíthatunk, amitől szeretnénk elbúcsúzni. Ezek lehetnek gondolatok, mint például ez úgysem sikerül, vagy lehetnek érzések, félelmek, bizonytalanságok, lehetnek bizonyos kapcsolatok, amit szeretnénk befejezni, lehetnek bizonyos tárgyak, vagy egy bizonyos hely, tehát változások. És erre alkalmas ez az időszak, ami a telihold után kezdődik. Az indiai mitológiában Ganesha itt látható, uralkodik az asztrológia felett, és Indiában a Ganesát mindig akkor szokták hívni, amikor valami új kezdet van. Mert Ganesha szerencsét hoz egy új kezdetnél. Itt van egy üzenet, mégpedig Ganesha azt üzeni most számunkra, hogy búcsúzzunk el bizonyos dolgoktól, tisztázzunk valamit. És mitől fogunk elbúcsúzni, azt mutatják itt a kártyák. Ezen a képen az érmék láthatóak. Az lehet kiadás. Az érmék utalnak a munkára is. Tehát jelenthet egy munkahelyi változást. Amit pedig én mondanék erről a képről. Nézz ide! Itt van egy bokor. És ez a bokor fel van díszítve. Itt vannak az arany érmék. Ezek ragyognak. És ez a férfi ezt csodálja. Holott az arany érmék alul vannak. Tehát ő magasabb szinten van, mint ez a bokor. És itt ezek az érmék más személyekre utalnak. Tehát ez azt jelenti, hogy ő hibázik. Ő csodálja azt, amit mások tesznek, vagy ahogy mások kinéznek, vagy csodálja a tudásukat. És nincs azzal tisztában, hogy tulajdonképpen ő is értékes. És ez rád vonatkozik. Figyelj oda, mi van előtted. Itt van előtted ez az arany érem. Ezt kellene látnod, a kezedbe venni. Ez jelenti a te értékedet. A biztonság érzetét, jó anyagi körülményeket, vagy jó munkahelyet, a hivatásodat, vagy a belső értékeidet. Te értékes vagy. Sőt, mondanám azt is, te nagyobb vagy, mint mások a környezetedben. És mitől fogsz még elbúcsúzni? Itt látható a betegség. Amennyiben te vagy beteg, vagy valaki a környezetedben
itt lesz javulás, mert te elbúcsúzol ettől a betegségtől. Azt is jelentheti, hogy valami betegít téged a környezetedben, mert nem érzed jól magadat, vagy valaki megsért téged, ez elmúlik. Itt vannak a gondolatok, mindkét képen, a töprengés, a bizonytalanság, a fejfájás, ez is elmúlik. És a következő kártyák arra utalnak, mi fog bekövetkezni, ha elmúlt ez a teli hold nap. Itt láthatóak újra az érmék. Ez utalhat az anyagiakra, utalhat a munkádra, utalhat valamire, amit birtokba szeretnél venni és megtartani, te jelenti a te értékeidet is, a te belső értékeidet. Légy ennek tudatában. Ezt kellene itt tisztázni, amit Ganesha itt üzen neked. A 10-es szám jelent itt egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik, és mi fog bekövetkezni, a te álmaid és reményeid erre utal, itt ez a kép a kelyhek. 7 kehely. Minden kehely egy vágyat, egy kívánságot jelent. Összességében a te álmaidat. És ez megvalósítható, hiszen az érmék szimbolizálják a föld elemét. Tehát itt reális dolgokról van szó. De ez csak akkor következik be, ha hiszel ebben. És itt ezen a képen a 7-es szám a hold energiájára utal. Tehát passzol nagyon jól ehhez a teli holdhoz. És a holdnál édesanyáról van szó, anyai érzelmekről van szó, és a saját érzelmeinkről is. A vágyakról, a reményekről, az álmokról, és a belső hang, az intuíció, az inspiráció szintén összefügg a hold hatásával. Természetesen Neptun bolygó is kihat erre. És megnézzük, hogyan tovább, mi történik a közeljövőben. Itt látható egy ünnepség. Ez lehet egy meghívás, lehet vidámság, és ez kell számodra. Vagy történik valami az életedben, a közeljövőben, amikor elbúcsúzol itt a gondoktól, végre fel tudsz lélegezni, és megvan akkor itt ez a vidámság. A másik képen, itt középen látható, hogy találsz valamit. Ezt úgy tudnám elmagyarázni, hogy mész az élet utadon, és hirtelen van egy meglepetés. Valami, amire nem számítottál, és ez szerencsét hoz számodra. A harmadik képen van egy utazás, de kereskedelmi kapcsolatok is. Az azt jelenti, hogy itt lesz nyereség, és itt szerencséd lesz. Azon kívül itt ez a kártya utal külföldi kapcsolatokra, utazásokra. És ez az utazás lehet egy belső út is, például egy spirituális terület, és ott felfedezel magadnak valamit, és ez nagyon örömteli. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!